Én dr. Varga Zsolt András. Fogadom. Fogadom. Tavaly októberben a parlament előtt tett esküt Varga Zsé András, január óta ő vezeti a kúriát, annak ellenére, hogy az Országos Bírói Tanács elutasította a kinevezését, és az ellenzék is tiltakozott, mert nem volt ítélkezési gyakorlata. Kinevezése az Európai Bizottság tegnap bemutatott jogállamisági jelentésében is szerepel. Azt írták, hogy növelte a magyar igazságszolgáltatás függetlensége miatti aggodalmukat, de a bizottság a korrupciós ügyek felderítésével sem elégedett, és azt is megjegyezték, hogy a politika a médiára is közvetett befolyást gyakorol az állami hirdetéseken keresztül. Azt is problémának látják, hogy a kormánnyal kritikus civil szervezetek nagy nyomás alatt dolgoznak Magyarországon. A kormány szerint viszont nekik köszönhető, hogy a jelentés irányítottan torz képet fest Magyarországról. Ahhoz ugyanis több hazai civil szervezet közösen küldött véleményt a bizottságnak. Mi leírjuk azt, amit mi magunk tapasztalunk és gondolunk és látunk. Az, hogy a bizottság ebből mit fogad meg, az nyilván attól is függ, hogy mi az, amit kellően alátámasztottnak ítél. A mi aggodalmainkat nagyrészt kellően alátámasztottnak tartotta. A jogállamisági jelentés bemutatása után a jogérvényesülésért felelős biztos arról beszélt a HVG-nek, hogy a bizottság addig nem fogja elfogadni a magyar helyreállítási tervet, amíg a kormány nem garantálja az igazságügyi reformot és a korrupciós ügyek kivizsgálását. A tét az a 2500 milliárd forintnyi vissza nem térítendő uniós támogatás, amivel a koronavírus járvány okozta gazdasági károkat enyhítené az Európai Unió. A demokratikus koalíció szerint ezzel az intézkedéssel a magyar embereket védik. Nagyon régóta mondjuk, hogy el kell zárni azokat a csapokat, amelyek Orbán Viktor családtagjait, oligarcháit és a diktatórikus rendszerét finanszírozzák. Olyan kormányra és olyan rendszerre van szükség, ahol ezek a támogatások oda kerülnek, ahova valók. A magyar kisvállalkozókhoz, gazdákhoz, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz. A bizottság alelnöke szerint a pénz sorsa a magyar kormány kezében van. Ha a magyar kormány napokon belül előáll a megoldással, akkor gyorsan be fogjuk jelenteni a megállapodást, de ha hetekig tart, akkor természetesen el fogjuk halasztani, mondta. A kormányírásban annyit közölt, szerintük a bizottságnak az fáj, hogy a magyar kormány nem enged LMBT aktivistákat a gyerekek közelébe, miközben az úgynevezett pedofil törvényt érintő uniós kifogások nem szerepelnek a jogállamisági jelentésben, és a biztosok sem hivatkoztak rá.